Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, legalább 7 hónap csúszással számol Szexárd alpolgármestere. Hacker támadásokat indítottak, pénzbüntetést kaptak a szexárdi férfiak. Névadójukat ünnepelték, Dorottya napot tartottak Bátaszéken. Vetélkedő, Buzánszki Jenő neve fémjelezte a gyerekek versenyét. Legalább 7 hónap csúszást hozhat a Zöldváros projekt átalakítása Szexárdon, ezt mondta pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján a város alpolgármestere. Gyurkovics János arról is beszélt, hogy minden segítséget megadnak a gázrobbanás káros útjainak. Minden szükséges segítséget megad a szexárdi gázrobbanás károsultjainak a helyi önkormányzat, azután, hogy az épület stabilizálását végző vállalkozó levonul a területről. Erről beszélt a város alpolgármestere pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. Gyurkovics János azt mondta, hogy kezdésnek konténereket visznek majd a helyszínre, amikbe a lakások felújítási munkálatai során keletkező hulladékot tehetik az ott élők. Az alpolgármester a Babits Mihály Kulturális Központ idei költségvetéséről is beszélt. Mint mondta, bízik benne, hogy a város korábbi évi 7-8 nagy rendezvényét idén is sikerül megszervezni, annak ellenére, hogy az ilyen szexárd többségű közgyűlés egyelőre 3 kiemelt városi rendezvényt támogat. Ezek a Pünkösdi Hal és Vadünnep, a Hári János Mesefesztivál és a Szexárdi Szüreti Napok. A többi rendezvény anyagiak függvénye bizony benne, hogy nem lesz mennyiségi és minőségi visszaesés az előző évekhez viszonyítva. Sajnos a mártonnapi rendezvény elmaradása és a szerényre sikerült adventi program az nem méltó a megyei jogú városhoz. Sokkal színesebb, bensőségesebb, ünnepre való felkészülésre van szükség. A város idei költségvetése is téma volt a sajtótájékoztatón. Ezzel kapcsolatban az alpolgármester azt mondta, a hivatal munkatársai már dolgoznak az összeállításán, február 15-ig kell ugyanis elkészülnie. Gyurkovics János kiemelte, hogy idén is terveznek a már korábban bevezetett támogatásokkal, mint a szociális tűzifa, a szexárdi csecsemők ingyenes ultrahangos vizsgálata, valamint az újszülöttek támogatása. Ezek mellett pedig megemelik az önkormányzati intézményekben dolgozó kafetéria keretét, és hamarosan elkezdik az idei évre tervezett nagy beruházásokat. A folyamatban lévő projektek megvalósulását garantálja. A tavalyi év végén érkezett majdnem 2 milliárd forint, ebben már ismeretes, hogy benne van a Baka és a DNS iskola energetikai korszerűsítése, az orvosi ügyeleti központ, az önálló orvosi rendelő, a szőlőhegyi óvoda. A Zöldváros projektről is beszélt az alpolgármester. A projekt kapcsán az ilyen szexárd módosításokat akar, például egy parkolóházat, valamint a Mikes utcai idősek otthonát korszerűsítenék. Gyurkovics János szerint ezek a módosítások, ha meg is valósulnak, minimum 7 hónappal hosszabbítják meg a tervezési időszakot. A kereskedelmi szálláshely szolgáltatók január 1-től bevezetett 4%-os turizmus fejlesztési hozzájárulását vállalkozási formától függetlenül minden érintett adózónak meg kell fizetnie, írja közleményében az adóhatóság. A hozzájárulás összegét az adózó állapítja meg és vallja be a NAV honlapján is elérhető nyomtatványon. A hozzájárulás alapja a szálláshely szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A bevallási és befizetési kötelezettség megegyezik az áfa bevallási gyakorisággal. Az alanyi mentes szálláshely szolgáltatókra az éves áfa bevallás benyújtásának határideje vonatkozik.
Pénzbüntetésre ítélt a bíróság két szekszárdi fiatalt, akik interneten próbáltak meg több mint 100 számítógépet megtámadni. A célgépek között egy városi televízió szervere is szerepelt, a két férfi valószínűleg véletlenszerűen választotta ki a számítógépek internetes címeit, a támadáshoz szükséges szolgáltatást online egy külföldi internetes oldalon vásárolták meg. Egy internetes oldalon fizetett elő az egyik fiatal férfi egy szolgáltatást, amivel más számítógépeket tudott megtámadni, ezért nagyjából 6000 forintnyi dollárt fizetett. Arról, hogy mit vett, hamarosan beszélt az egyik barátjának is. Ekkor döntötték el, hogy kipróbálják a Magyarországon amúgy csak illegálisan használható oldalt. Néhány hét alatt összesen több mint 100 internetes IP cím ellen próbáltak úgynevezett túltereléses támadást indítani. Ennek a lényege, hogy sok impulzussal bombázzák a célszámítógépeket, amik a tervek szerint ettől megbénulnak, vagy akár szélsőséges esetben összeomlik a védelmi rendszerük, ilyenkor már könnyen hozzá lehet férni a számítógépeken tárolt adatokhoz. A szolgáltatás viszont, amiért a két férfi fizetett, nem volt elég hatékony, mert az internet szolgáltatók védelmi rendszere kiszűrte a támadásokat, a cégek dolgozói pedig feljelentést tettek. A két fiatal szekszárdi férfi most állt bíróság elé, egy percig sem tagadták, hogy az interneten keresztül próbáltak más számítógépeket megtámadni. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki mindkét vádlottat információs rendszer megsértés büntet kísérletében, ezért mindkét vádlottat pénzbüntetésre ítélte, az elsőrendű vádlottat 375 000 forint megfizetésére, a másodrendű vádlottat pedig 225 000 forint megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős, mert azt az ügyész és a vádlottak is elfogadták. Még 2019. decemberében indult el a rendőrség akciója, melynek keretében jelöletlen autókból végzik az ellenőrzéseket. A fővárosban nagy sikereket ért el az intézkedés, ezért országszerte így Tolna megyében is bevezették a módszert. A rendőrség már tavaly beszerzett 12 új autót erre a célra, ami a már meglévő 20 járművet egészítette ki. Most ezt a flottát egészíti ki 8 vadonatúj autó, tehát országosan összesen 40 korszerű, a feladatra optimalizált, rejtett megkülönböztető jelzésekkel és képrögzítővel ellátott jelöletlen rendőrautó vehet már részt a közúti ellenőrzésekben. Madocsán ülésezett a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás, ahol a 2020-as munkatervükről és költségvetésükről is döntöttek. A társulás több felületen és hatékonyabban tájékoztatja a lakosságot a jövőben, megújítja kommunikációját. A társulás elnöke Filbig Géza új és hatékony kommunikációt álmodott meg ősszel. Döntés született az idei munkatervükről. Várhatóan tavasszal megtartják hagyományos teitnapjukat, továbbá megújult az ellenőrző bizottság tagjainak sora is. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója és Dohócki Csaba, a PIP Kft. Kommunikációs osztályvezetője a Dunakör kerékpárút turisztikai fejlesztésére hívta fel a társulás figyelmét. Települések vezetőit a közösen gondolkodásra invitálják, várják ötleteiket. Egy olyan turisztikai látványosságot szeretnék létrehozni, ami arra épül, ami eleve is itt van már ebben a térségben, csak össze kellene szedni azokat az önkormányzati vezetőket, azokat a turisztikai szakembereket, azokat a vállalkozókat, mert nyilván ezek nélkül nem működik, csak közösen, hogy egy ilyen létrejöhessen. Az mindenféleképpen felemelő magának a térségnek. A nemzetközi kapcsolatok továbbra is fontos szerepet tölt be a teit életében. Többek között GMF üléseken vesznek részt, és egy fehér-oroszországi szakmai tanulmányutat is terveznek idén. Idén kitekintést teszünk, hogy ott a nukleáris ipar mennyivel járul hozzá a igen magas szinten lévő gazdasági fejlődéshez, és ennek az országnak a kultúráját is szeretnénk nyilván megismerni. 300 település járhat rosszul a pénzügyminisztérium által tervezett iparűzési adó csökkentéssel, így számolnak a települési önkormányzatok országos szövetségénél. Az elképzelés szerint legkésőbb 2021-től a cégek a korábbinál 5-ször nagyobb összeget írhatnának le az adóalapjukból kutatásfejlesztésre, valamint az adófeltöltési kötelezettség is megszűnne az iparűzési adónál. A TÖOS szerint a 3000-nél valamivel több hazai önkormányzat közül nagyjából 300 olyan van, ahol iparűzési adót vetette ki, és az meghaladja az éves költségvetés 15%-át. Ennyi pénztől eshetnek el az érintett önkormányzatok a következő évtől. Iskolájuk névadóját, Kanizsai Dorottyát ünnepelték a bátaszéki általános iskolások pénteken. Az iskolában hagyomány, hogy ilyenkor tanításmentes napot tartanak.
Van egy tanításmentes, egyébként nem ünnepnap, a Bátorszéki Általános Iskola életében minden évben. Gyakorlatilag azóta, ahogy felvették a 16. század egyik magyar hősnője, Kanizsai Dorottya nevét. Ráemlékeztek azzal a színes, a kultúra egészét átfogó gálával, amit az ismert bátorszéki művészeti csoportok utánpótlás szólistái, illetve együttesei adtak egy egész napot betöltően. A jobbágyok a szegények életén sokszor sokat segítő arisztokrata politikus hölgy életútját Mészáros István igazgató méltatta. Beszéde végén büszkeséggel jelentette ki, hogy az intézményük éppen őt, a nagyon háttérben lévő női hősök egyikét választotta névadónak. Kézenfekvő, hogy az iskolánknak a névadója ilyen személyiség volt, és az ő történelmi cselekedetein, tettein, életpályának áttekintésén keresztül tudunk példát mutatni, egy, ha úgy tetszik, egy nevelési eszményt ideált a gyerekeknek, és ezt megélni. Tehát ezért szervezzük jellemzően ezt a Dorottya napot. A színes, zenés, táncos, hangszeres produkciók között egy színdarab felidézte Kanizsai Dorottya korát, a török időket, mégpedig humoros, egyben elgondolkoztató, olykor kritikus és önironikus módon. Buzánszky Jenő élete és az aranycsapattal kapcsolatos vetélkedőt szerveztek Dombóváron iskolásoknak. A gyerekekre írásbeli és szóbeli feladatok is vártak. Az országosan meghirdetett írásbeli és szóbeli sportvetélkedő választott fő témája a dombóvári általános és középiskolások számára a város neves szülötte Buzánszky Jenő világbajnoki ezüstérmes és olimpiai bajnok labdarúgó volt. Bizony a teszt kérdései egyáltalán nem átlagosak, hova tovább felszínesek voltak, hanem komoly utánolvasást, ezáltal megszerzett tudást igényelt a diákoktól a helyes válasz. Akik, mint a szóbeli feladatok előtt megtörtént értékelés rámutatott, roppant felkészültek voltak az aranycsapat jobb hátvédjének nem csak pályafutásáról, hanem hétköznapi szokásairól is. Annyit már elárulhatok, hogy rettenetesen sok pont született az írásbelén. A Jenő bácsi életén kívül a hozzá kapcsolódó 54-es labdarúgó világbajnokságra, meg az 52-es helsinki olimpiára vonatkoznak a kérdések, nem csak őre, hanem a leghíresebb magyar sportolókra, és hát nagyon-nagyon sokat készültek a minden iskola tanulói. Ebben a témakörben nem volt olyan kérdés, amire a csapat nem tudta volna a választ az írásbeli során. Buzánszky Jenő bácsi a gimnáziumi csapat hölgy tagjai számára is szinte nyitott könyv volt, hisz többen is a róla elnevezett tanterembe naponta megfordulnak. Azt hiszem, az pont a mi termünk, ahova mi járunk. Igen. És ki van rakva az életrajza és a falra, úgyhogy nagyon jó. A másik témakör a magyar olimpiai mozgalom ezen belül mindmáig magyar szempontból legsikeresebb 1952-es Helsinki nyári olimpia volt a dombóvári diák sportvetélkedőn. Regionális híreink következnek. Mi változik az Egyesült Királyság kilépésével a hétköznapokban? Tudnivalók és helyzetkép a szakértőtől. Csökkentett óraszám, korszerű tananyag, érvek és kritikák az alaptantervről. Pusztított a vihar, több mint 100 alkalommal riasztották a tűzoltókat Somogyba. Kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság január 31-én, így felvetődik a kérdés, milyen változást hoz a megváltozott jogi helyzet a mindennapokban, mennyire érinti az Angliában élő magyarokat a Brexit, a válaszokat nehezíti, hogy csak ez év végéig biztos minden. A Pécsi Egyetemre jár Hegyaljai Réka. Azt mondja, szeretne Angliában tanulni, de még nem tudja, milyen változásokat hoz majd a britek kilépése az Európai Unióból. Itt a Pécsi Nemzetközi Tanulmányok szakon, jövőre fogok valószínűleg végezni, és követem az eseményeket, hogy éppen most mi történik a Brexit kapcsán. Tervben van, hogy esetleg jövőre a mesterdiplomámat ott kezdem meg, de hát majd látjuk, hogy hogy alakulnak a szabályozások, úgyhogy majd ennek fényében fogok dönteni szerintem. Azért tudja, hogy jelenleg még átmeneti szabályozás van érvényben. Tudom, hogy most az átmeneti időszak van, tehát ugye december 31-ig tart, meghosszabbítható majd egy, illetve két évvel. Jelenleg a Baranya megyei Európai Információs Pontnál van szakmai gyakorlaton, ahol bárki felvilágosítást kaphatta a kilépéssel kapcsolatban, illetve arról, mi változik mostantól és mi nem. Az Egyesült Királyságban magyar állampolgárok kinn élnek hosszabb ideje. Minden a munkavállaláshoz, a vállalkozáshoz kapcsolódó joguk megmarad.
ugyanakkor megmarad minden az egészségbiztosításhoz, a társadalombiztosításhoz, a nyugdíjokhoz való joguk is. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya továbbra is használható, december 31-ig, a roamingdíjak sem változnak, és a diákok is ugyanúgy tanulhatnak tovább, ugyanannyi tandíjat kell még idén fizetniük, amennyit a brit vagy más uniós társaik. Akik kint élnek vagy most mennének ki, azok gyűjtsék azokat a hivatalos dokumentumokat, amik igazolják tartózkodásukat, javasolja az irodavezető. Ennek később jelentősége lehet. Ezzel tud majd bejelentkezni az úgynevezett EU Settlement Scheme, ez az uniós polgárok letelepedési rendszere. Aki 5 évnél korábban érkezett az Egyesült Királyságba, vagy még idén fog megérkezni, vagy jövő január 1-je után, ő egy úgynevezett pre-settled, azaz letelepedés előtti állapotot igényelhet, aki pedig már több mint 5 éve van kint, ő egy settled, azaz letelepedett állapotot tud igényelni. Kérdéseikkel a nagykövetséget, a Europe Direct pontokat keressék, ahol hivatalos információkat kaphatnak, mondja Kerner Barbara. Azt, hogy 2021-től mi várható az EU és az Egyesült Királyság között, még nem tudni. Erről ez év júliusáig egyeznek meg a felek. Ami biztos, az Egyesült Királyság január 31-én brüsszeli idő szerint éjfélkor kilépett az Európai Unióból, így többé nem EU tagállam. Elkészült a Nemzeti Alaptanterv megújított változata, jelentették be január végén. Ez alapján felmenő rendszerben változik majd meg a közoktatás tananyaga, mind mennyiségi, mind minőségi értelemben. A változtatásoknak azonban kritikusai is vannak a pedagógusok oldaláról. Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitója még 2018. augusztusában. A szervezet elnökét az akkor még formálódó Nemzeti Alaptantervről is kérdeztük. Minőségi szelekcióra, csökkentésre, nem mennyiségi szemléletű csökkentésre lehet számítani, óraszámban is, terhelésben is, anyagmennyiségben is, és nyilván megjelennek új kompetenciák igényszinten, a digitális fejlesztés, technológiai, pénzügyi és más olyan ismeretek, amelyek korszerűnek mondhatók. Azóta elkészült a módosított Nemzeti Alaptanterv, ezt január végén jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere. A pedagógus szervezetek folyamatosan kritikával illetik a megismert anyagot. Olyan életkori szakaszokban kell bizonyos fogalmakat elmélyíteni, illetve azokkal foglalkozni, amelyek fejlődés lélektani szempontból egyáltalán nem indokoltak. Másik problémánk az, hogy ugyan csökkentenek bizonyos óraszámokat, mi úgy vesszük észre, hogy eléggé random csökkentések ezek, például felvételi tantárgyaknál csökkentenek óraszámot, ami azért elég különös, de szóval úgy csökkentik az óraszámokat, hogy egyúttal a tananyag mennyiséget viszont nem. Így megmarad az ügyvévő szerint a diákok túlterheltsége. Az újnat szerint az alsó tagozat első 3 évében az óraszám 24 lesz, amiből 22 a kötelező. Ebben benne van a heti 5 testnevelés óra is. A 11.-12. évfolyamon összesen a maximum óraszám 34 óra lesz, a kötelező ebből 11. évfolyamon 25, a 12. évfolyamon 24 óra. Ehhez jön majd még 4 kötelezően választható tárgy, a korábbi fakultációknak megfelelően, illetve választható tantárgyként 4, illetve 5 óra plusz. A módosított NAT az első, 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020-2021-es tanévtől lép életbe. Több mint 40 roma diáknak mutatták be a Kaposvári Egyetemet, a tanulók az ösztöndíjprogramról, a mentorálásról és a nyelvvizsga előkészítésről is többet megtudhattak. A Pécsi Gandhi Gimnáziumból érkező fiatalok emellett megismerkedtek a képzésekkel és a roma szakkollégium munkájával is. A Kaposvári Egyetem képzési rendszeréről, mentorprogramjáról, ösztöndíj lehetőségekről is hallhattak előadást a Pécsi Gandhi Gimnázium tanulói, valamint megismerkedhettek a roma szakkollégium munkájával is. Van egy mentori rendszerünk, tehát minden szakkollégistának van egy mentora a egyetemünk oktatói közül, aki kifejezetten foglalkozik vele, tehát két heti vagy havi, attól függ, mi az igény, rendszerességgel találkoznak, megbeszélik a problémákat, és ez nem csak, hogy úgy mondjam, ilyen tudományos problémákról van itt szó, nem nagyon egyszerű
praktikus kérdésekről is, amihez kell idő, hogy belerázódjanak. A pécsi fiatalok jellemzően a végzős évfolyamokból jöttek, de akadt közöttük olyan 9-10-es is, aki már többé-kevésbé határozott elképzelésekkel rendelkezik a továbbtanulását illetően. Két út áll előttem, amit célba szeretnék venni, az egyik az Pécsen a romológia szak. Azon belül vagy cigány népismeretet szeretnék tanítani, vagy pedig a roma nyelvvel szeretnék továbbindulni. A másik viszont itt a Kaposvári Egyetemen a pedagógiai szak. A pécsi gimnázium vezetői arra törekszenek, hogy a pályaválasztás előtt álló hátrányos helyzetű fiatalokkal minél szélesebb körben megismertessék továbbtanulási lehetőségeiket. Volt egy előzetes tájékoztatás, mégis, hogy amikor eljöttünk, hogy ez a Kaposvári Egyetemnek milyen szakjai vannak, milyen lehetőségek, de azt is láttuk, hogy idén bővült a kínálat, úgyhogy a felsőbb éveseket pedig ez érdekelné, mert még február 15-ig lehet módosítani a felvételi szándékokon, úgyhogy reméljük ebbe is segítséget kapnak itt. A Roma Szakkollégium 2013 óta működik az egyetemen, és az azóta eltelt időben már mintegy 40-en szereztek diplomát. Letört ágak, kidőlt fák és leszakadt tetők miatt riasztották a tűzoltókat Somogyban, a helyenként 100 km/órás szél miatt sok dolguk volt a katasztrófa védőknek, megrongálódott a Tabi úszoda teteje, Balatonszemesen pedig a közúti jelzőlámpák sérültek. Balatonszemesen a közúti jelzőlámpát rongálta meg a viharos szél kedden délután, a Balaton partján pedig az úttestre is kicsaptak a hullámok. A szomszédos településen Balatonőszödön mérték a legnagyobb széllökést, amelynek erőssége elérte a 110 km/órát. Tabon pedig a városi úszoda tető szerkezetét bontotta meg a viharos időjárás, amelyet járókelők vettek észre és értesítették az illetékeseket. A gyors segítségnek köszönhetően a tűzoltó, a Tabi Tűzoltó Egyesület, illetve Siófoki Tűzoltó Társulat, illetve a Tabi Gamesznek köszönhetően délután 5 órára már minden rendben volt, vissza tudtuk tenni a tetőt, és ideiglenesen rögzítettük a trapézlemezeket. A tetőnek mintegy 70 négyzetméteres darabját bontotta meg a szél, amit a kárfelmérés és a szél csillapodása után tudnak majd kijavítani. Ez a hidegfront rekord gyorsasággal érte el a térségünket, mondja Horváth Ákos, a Siófoki Obszervatórium vezetője. Mint a radarképen is jól látszik, pár óra alatt tört be a Dunántúl egész területére, sok esetben 100 km/óra vagy azt meghaladó széllökésekkel. Két nap után azonban mára jelentősen csökkent a szél erőssége mindenütt. Ilyenkor az szokott lenni, hogy a hideg levegő megáll a térségünkben, de meglehetősen mozgékony, mozgalmasnak ígérkezik az időjárás, tehát nagy hidegre nem lehet számítani, a következő napokban a hajnali hőmérsékletek azok 0 fok fölött, alatt lehetnek, 0 fok alatt lehetnek a hajnali hőmérsékletek, de olyan jelentősebb lehűlés nem néz ki, illetve a hétvége második felétől pedig ismét egy felmelegedésre számítunk itt a Balaton térségében. Az obszervatórium vezetője szerint most úgy látszik, hogy igazi kemény fagyokra téli időre már nem kell számítanunk, legalábbis ameddig az előrejelzések ellátnak. Pécsről és vonzás körzetéből, de akár az egész Dunántúlról érkezhet riasztás a Pécsi Mentőkutyás Egyesülethez. A szervezetet elsődlegesen területkutatás miatt keresik fel, ha a rendőrség vagy a katasztrófa védelem ezt szükségesnek látja egy-egy helyszínen. Legutóbb Mecsekpöröskén egy eltűnt férfit kerestek a négylábúak és gazdáik. Az Egyesület azonban most segítségre szorul, mivel non-profit közhasznú szervezetként működnek, nehézséget jelent a különböző eszközök beszerzése. Jelenleg új adóvevőket szeretnének vásárolni, a régiek ugyanis a nagy igénybevétel miatt egyre rosszabb állapotban vannak. Az új eszközök több 100 000 forintba kerülnek, amit az Egyesület tagjai önerőből nem tudnak finanszírozni. Erre gyűjtenek most adományokat. A későbbiekben majd még szeretnénk egy olyan műveletirányítási központnak átalakított kisbuszt kialakítani, ahol a különböző műszaki keresőmentőeszközöket egy helyen koncentráltan lehet nézni, akár egy monitoron, legyen benne egy hordozható mobil nyomtató, tudjunk térképet nyomtatni, mivel amikor kimegyünk helyszínre, akkor ugye ott nincsen semmi. Gyakorlatilag se áram, se víz, semmi, egy ilyennek a kialakítása az elsődleges cél még úgy az idei évben. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó.
7 értékelő, legalább 7 hónap csúszással számol Szekszárd alpolgármestere. Hacker támadásokat indítottak, pénzbüntetést kaptak a szekszárdi férfiak. Névadójukat ünnepelték, Dorottya napot tartottak Bátaszéken. Vetélkedő, Buzánszki Jenő neve fémjelezte a gyerekek versenyét. Hétvégén napsütés lesz jellemző, többnyire felhőtlen éggel, csapadék sehol nem várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a délkeleti szél. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!